iskola felújítás, 40 éve várt energetikai beruházások zajlanak több megyei intézményben. Magyarok kenyere. A megyében eddig mintegy 14 tonna búzát adományozott több mint 150 gazda a rászorulóknak. Fontos az ivartalanítás. A nem kívánt almon kívül számos betegség is megelőzhető lenne. Százmilliókból újulnak meg oktatási intézmények Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium és az Újfehértói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Erkel Ferenc tagintézménye már 40 éve vár hasonló beruházásra. Idén nyáron pályázati forrásból indult energetikai beruházás mindkét épületben. A fejlesztésnek köszönhetően az iskolák rezsiköltségein is spórolnak majd a számítások szerint. Négy raklapon összesen 6500 tankönyv érkezett a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnáziumba. Az intézményben 176 9-es kezdi majd tanulmányait, 20 osztályban pedig összesen 675-en tanulnak majd itt szeptembertől. A diákoknak még van pár hetük az iskola kezdésig, addig a tervek szerint az intézmény felújítása is befejeződik. Összesen több mint 200 millió forintos energetikai felújítás vette kezdetét a Vasváriban. Az épület teljes felülete hőszigetelést kapott, és a homlokzatot is átfestették a szakemberek. Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzatának a döntése alapján egy úgynevezett topos pályázat alapján újították fel a gimnáziumot. Ez alapvetően egy energetikai felújítást jelent. Az A és B épületünkben az összes olyan nyilászárót kicserélték, amely a kültéri levegővel érintkezett. Ezen kívül teljes fűtés korszerűsítésre került sor, új csővezeték és radiátorrendszer került beszerelésre. Nagyon nagy reményünk, hogy a lapostető vízhatlanítása megoldja azt az állandó beázást, amivel évek óta küzdünk akár az aula, akár a tornaterem vonatkozásában. Az Újfehértói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Erkel Ferenc tagintézményét is korszerűsítik. Mind a két iskolában legutóbb 40 éve volt energetikai fejlesztés. Ebben az épületben körülbelül 250 diák tanul majd szeptembertől. Korábban ilyen ablakokkal volt felszerelve az iskola. Az intézmény vezetője szerint ezt a 24. órában sikerült lecserélni, több nyílászárót már ki sem lehetett nyitni. Ez a fejlesztés egy 305 millió forintos beruházás. A fenntartónk és a működtetőnk a Nyíregyházi Tankerületi Központ, de az önkormányzat pályázata keretében, tehát a tulajdonos pályázata keretében kerül az épület megújulásra. Energetikai pályázatról van szó, külső hőszigetelés, nyílászáró csere, a világítás teljes cseréje, a fűtés korszerűsítése, szigetelés, tehát tulajdonképpen egy teljesen új épületet fogunk kapni, és jelentős lesz az energetikai megtakarítás. Bár hamarosan itt a nyár vége, a diákok számára jó hír, hogy az iskola csak szeptember 3-án kezdődik. Az őszi szünetig pedig csak október 26-áig kell járni az intézményekbe. A megyében eddig mintegy 14 tonna búzát adományozott több mint 150 gazda a Magyarok kenyere program keretében, a szám azonban még tovább növekedhet, mivel a jótékonysági program még nem zárult le. A Magyarok kenyere Kárpát-medencei program 7 éve indult el, melynek keretében az összegyűlt búzából készült lisztet és kenyeret magyar gyermekeket segítő szervezeteknek juttatják el. A támogatást szeptember 20-án a Gyermekek Világnapja keretében osztják majd szét a rászorulók között. Két szív, ha némán összeér, oly táplálék, mint egy falat kenyér. Ezzel a videóval mondtak köszönetet a gyergyószentmiklósi Szent Anna otthon lakói, a Magyarok kenyere program szervezőinek. A kezdeményezésnek köszönhetően az elmúlt tanévben is több tonna kenyér jutott a Böjte Csaba által felkarolt gyermekek asztalára. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magos szervezésében 7 éve indult a Magyarok kenyere 15 millió búzaszem jótékonysági program, melynek keretei között a Kárpát-medence magyar lakta részeiről nemzeti összefogással búzát gyűjtenek össze az adományozóktól, hogy azt a magyar gyermekeket segítő szervezetek révén liszt és kenyér formájában juttassák el a rászorulóknak. Idén augusztus 4-én a kárpátaljai Mezőgecsén tartották meg az összeöntés ünnepét,
majd augusztus 6-án pedig a budapesti Szent István Bazilikában az aratókoszorút adták át. Eddig mindig Magyarországon volt ez az országos összentés, úgy döntött a vezetőség, hogy ezt most elviszik oda, ahol a legjobban rászorulók vannak, ugyanis ezeknek az adományoknak, vagy összegyűjtött búzáknak nagy részét úgy gondoljuk, hogy most eddig is Ukrajnában volt az, ahol széjjel osztottuk, inkább itt vannak rászoruló gazdák, vagy családok, akiket segíteni kell. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is számos gazda kapcsolódott be a jótékonysági programba, ők 5 helyszínen adhatták le az adománynak szánt búzát. Körülbelül a 14 tonnát meghaladja, még nem is zártuk le a gyűjtést, úgyhogy még jelenleg is lehet. Ezzel meghaladja az 50-et, akik adományt adtak ebbe a gyűjtési programba, de nem záródott még ez a programra a megyénkbe. Idén a program legnagyobb eseményének helyszíne Pécs városa lesz, ahol augusztus 20-án a központi kenyérünnep keretében Bölte Csaba ferences rendi szerzetes és Korinek László professzor a mozgalom elindítójának jelenlétében megáldják a megőrölt búzából készült magyarok kenyerét. A támogatást szeptember 20-án a Gyermekek Világnapján az adományozási nap keretében osztják majd szét a rászorulók között. Idén a Magyarok Kenyere programon belül a MAGOSZ támogatást nyújt a nemrég tisztázatlan körülmények közt leégett Nagydobronyi Református Roma Imaház és Óvaró újjáépítéséhez, és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával közösen országos gyűjtés szervez a károsultak megsegítésére. A szövetség már át is utalt 100 000 forintot a gyermekintézménynek. Az indulása óta eltelt 3 évben 81 ezer családnak, nagyjából 330 ezer embernek segített a családi otthon teremtési kedvezmény, mondta Novák Katalin. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának család és ifjúság ügyért felelős államtitkára annak apropóján összegezte sajtótájékoztatón a CSOK eredményeit, hogy 3 éve 2015. júliusában indult a program, amelyet azóta többször bővítettek és egyszerűsítették az igénylését is. Novák Katalin hangsúlyozta, az otthonteremtési program egyik célja az volt, hogy lendületet adjanak az építőiparnak és azon keresztül a gazdaságnak. A politikus szerint a célkitűzés sikeres volt, egy év alatt több mint 30%-kal több lakás épült, mint az azt megelőző évben, és az új lakásépítési engedélyek száma alapján arra számítanak, hogy ez a dinamika a jövőben is fennmarad. Novák Katalin hozzátette, az otthonteremtési program bevezetésének az is célja volt, hogy segítsék a családokat a gyermekvállalásban. Mint mondta, ez a cél is teljesült, az otthonteremtési programnak köszönhetően 26 ezer olyan család volt, ahol újabb gyermeket vállaltak. A CSOK az otthonteremtési programnak a legfontosabb eleme, de ehhez hozzájárul még egy 5%-os kedvezményes áfakulcs, egy 5 millió forintos visszatérítési lehetőség az áfából, hogyha építkezik egy család, illetve a hitelfelvétel lehetősége a CSOK mellé. Tehát ez egy olyan komplex csomag, amivel az otthonteremtését tudjuk a fiataloknak segíteni, hogyha gyermeket vállalnak, vagy hogyha már gyermeket nevelnek. És eddig is már több mint 81 ezer családnak, ezt nyugodtan szorozzuk be 4-jel tudtunk segíteni, és szeretnénk, hogyha ez a jövőben is folytatódna, hiszen a jövő évi költségvetésben 242 milliárd forint áll rendelkezésre. Az utcán kóborló kutyák és macskák 90%-a ivaros, ez pedig végeláthatatlan problémát jelent a nem kívánt szaporulatok miatt. A szakemberek ezért folyamatosan felhívják a figyelmet az ivartalanítás fontosságára. Ez a beavatkozás körülbelül 2 órát vesz igénybe, és számos betegséget meg is lehet vele előzni. A 3,5 éves Borzi éppen az ivartalanítás előtti vizsgálatokon esik át, pár perc múlva pedig már altatásban fekszik a műtőasztalon. A gazdája többek között azért döntött az ivartalanítás mellett, mert ezzel nem csak a nem kívánt szaporulat, számos betegség is megelőzhető. Megszűnik a tüzelés, az álvemhesség, a mély gyulladás veszélye és az emlődaganat kialakulásának esélye is minimálisra csökken. Szuka kutyáknál az első ellést sem kell megvárni. Ez mítosz, szerencsére ez ilyen néphiedelem, semmi tudományos, semmi egyéb magyarázata nincs, hogy miért lenne ez jó. Teljesen tévhit ez a dolog, tehát nem kell ilyet megvárni. Bele kell csak gondolni, a kutyák nem úgy élik meg az anyaságot, tehát az a 4-6 hét, amíg a kiskutyák ott vannak, addig igen, de gyakorlatilag később találkozik saját kölykével, lehet megismeri, lehet nem, de nem úgy viszonyul hozzá, mint az ember a gyerekéhez. Az ivartalanítás ma már szinte teljesen kockázatmentes. A kutya egészségi és fizikális állapota befolyásolja csak, az életkora alig.
idős kutyánál bármikor lehet, természetesen a kockázati tényezők, illetve rizikófaktorok ilyenkor sokkal magasabbak, nagyon fiatal kutyánál nem javasoljuk. Amerikai iskolák azok már az oltási sor végén, azaz pár hónaposan, pár hetesen megcsinálják az ivartanítást, mind kutyánál, mind macskánál. Mi alapvetően a fél éves kor után szeretjük egy éves kor környékén elkezdeni az ivartanítást. Az Állatbarát Alapítványhoz napi szinten bekerülő állatok 90%-a ivaros. A nem kívánt szaporulat kölykei ráadásul férgesen, bolhásan érkeznek meg a menhelyre. Egyre gyakoribb, hogy nem csak a kicsiket dobják ki, hanem az anyakutyát is. Eddig tulajdonképpen csak a kölykök kerültek be, 6-osával, 8-asával kihaigálva az út szélére, zsákokba kötve, kanálisba, folyóba bedobva, és tényleg csak a szerencsének köszönhető, hogy ezek a kiskutyák megmenekülnek, hogyha rájuk talál valaki, de elképzelésünk sincs, hogy hányan halhatnak meg kint az utcán. Viszont mostanában a legnagyobb probléma az az, hogy anyástól együtt hajítják ki ugye a kölyköket. Így legalább az állatotthon dolgozóinak a kölyök kutyák táplálásának problémája megoldódik. Számtalan olyan esettel is találkoznak, amikor fajta tiszta kutyáktól válnak meg a szaporítók, mert már nem olyan mennyiségű és minőségű almot hoznak világra. Többek között ezért üzemel jelenleg is teltházzal a Csatorna utcai menhely. Tilos a madarak etetése a Bújtosi tavon, írja közleményében a Nyír.vv. A városüzemeltető Kft. Arról számolt be, hogy az elmúlt napokban több elpusztult vadkacsát találtak a tó környékén, mint amennyinek lennie kellene ebben az időszakban. A megnövekedett elhullást a madarak etetése okozza, ami nem csak egészségtelen a vadkacsákra nézve, de meg is zavarja a madarak táplálkozási szokásait, hosszabb távon is káros hatásokat eredményezve. Az elmúlt hétvégén 4 vadkacsa tetemet találtak a Bújtosi tó környékén a Nyír.vv munkatársai, azonban a szakértők szerint az elhullott madarak száma folyamatosan nő. Az állatok elpusztulása nem csak a természetes kiválasztódás, hanem az emberi gondatlanság eredménye is. Sajnos csökken a madaraknak a száma, nem csak azért, mert ugye ilyenkor már júliusban sok madár megkezdi a vonulást, vagy legalábbis elhúzódik délebre, vagy éjszakabbra, hanem azért is csökken elsősorban a vadkacsáknak a száma, mert eteszik a madarakat, jó szándékú emberek egyébként, csak nem tudják azt, hogy ezzel a madarakat rövid, illetve hát hosszú távon is halálra ítélik. Most az utóbbi 3 napban 9 vadkacsa tetelmet lehetett találni közvetlenül a játszótér melletti tóparton, vagy a tóparti nádasba. A természetfotós elmondta, a vízimadarakkal, azok ürülékével és tollával való érintkezést mindenképpen kerülni kell, mivel a madarak által terjesztett betegségek az emberre is veszélyesek lehetnek. Hozzátette, a vadkacsák etetését pedig azért kell kerülni, mert ez megzavarhatja a madarak természetes táplálkozási szokásait. Ilyenkor megszokja a madár azt, hogy etetik, és ezt ősszel is meg télen is várják. Akkor, amikor egyébként sokszor befagy a tó, és már olyat is fotóztam, hogy befagyott a tóba, és éhen pusztult a kacsa, mert nem ment el. Egyszerűen nem is öröklődik bennük már a vonulási ösztön, hiszen generációra ugye etetik. Tehát nem is kell nekik igazán a természetes életmódhoz alkalmazkodni. Emellett az emberi táplálék adalékanyagai olyan betegségeket alakíthatnak ki a vadkacsákban, mint az úgynevezett angyalszárny, amely akár teljesen repülésképtelenné teheti ezeket az állatokat. A Bújtosi tó partján éppen ezért hamarosan a madarak etetését tiltó táblákat helyeznek majd el. 200 darab széna és 400 darab körbálás szalmabála gyulladt ki kedden éjszaka Érpatakon, a Nyári Pál utcában, közölte a katasztrófa védelem. A tűz éjfél után indult meg a 200 négyzetméteres területen, és a környező épületeket is veszélyeztette. A nyíregyházi és a nyíradonyi hivatásos, valamint az újfehértói önkormányzati tűzoltók 6 vízsugárral hamar megfékezték és eloltották a lángokat. Az utómunkálatok viszont több órán keresztül tartottak. A tűzeset következtében személyi sérülés nem történt.
A felkészülés második hetében járnak a nyíregyházi férfi kézilabdázók. Az NB1B keleti csoportjának legutóbb 5. helyen végző együttesétől 4-en távoztak. Helyükre 2-en érkeztek, mellettük saját nevelésű fiatalokkal töltötték fel a keretet. A Bécsi János által irányított csapat szeptember közepén hazai pályán a Deac ellen kezdi a bajnokságot. Alaposan megfiatalodott a nyíregyházi csapat játékos kerete a nyári szünetben. Horvátszki Márió, Tóth Patrik, Székely Nikola és Gidai Máté távozott, helyükre 2 visszatérő játékos érkezett, Szűcs Balázs Ózdon, Bor Márk pedig Törökszent Miklóson szerepelt a legutóbbi szezonban. Rajtuk kívül saját nevelési fiatalok vannak ott az edzéseken, amelyeket a pályán és a konditeremben vezényel a játékosoknak Bécsi János edző. Mivel a korábbi hírekkel ellentétben a szövetség jövőre nem vonja össze a 2 másodosztályú csoportot, az új szezonban eredménykényszer nélkül lesz idő a fiatalok beépítésére. Új csapatot kell építeni, abból kifolyólag is, hogy rengeteg lesz a fiatal a csapatban. Abból azt néztük most ebbe a bajnokságban, hogy mivel nem vonták össze a 2 kelet-nyugat csoportot, hanem maradt az 1 csoportos bajnokság, ezért és nagyon erős lesz, úgy érezem, hogy a keleti oldal megint erős és kemény bajnokságra számíthatunk, ezért úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk a fiatalokat beépíteni. Nem a feljutás a cél, és ezért szeretnénk azt, hogy saját nevelési játékosokkal megpróbáljuk megkezdeni az évet. Hogyha nagyon nem működik, akkor még decemberben az újabb átigazási időszakban igazolhatunk új játékosokat, azokra a posztokra, ahol esetleg gyengébben szerepelnénk, de bízok benne, hogy a fiatalok majd fel fognak nőni a feladathoz. Itt az öregebb, rutinosabb játékosokra most nagyobb szerep fog hárulni, többet fognak pályán lenni, többet kell teljesíteniük, és igen, a fiataloknak meg kell próbálni kiverekedni maguknak azt a lehetőséget, hogy ők is a pályára kerüljenek. A csapatkapitány Varga László szerint a rutinos játékosok eddig is segítették a fiatalokat, és ez ezentúl sem lesz másként. Minden évben úgy jövök edzésekre, hogy csapatkapitány is akkor nehezebb, meg stb., mert új játékosok. Most igen, ez egy új helyzet, mert kevés a rutinos játékos. Meglátjuk, nagyon remélem, hogy fogok tudni segíteni a csapatnak még többet. Azért edzünk, azért csináljuk, nyilván az edző azért rakja össze az edzéseket, hogy megfelelően a maximális teljesítmény nyújtsuk, akár én is. A nyíregyháziak a Balmazújváros és a Pest-Szentlőrinc elleni meccs mellett Ózdon és Balmazújvárosban is pályára lépnek egy 4 csapatos tornán. A bajnokság nyitófordulójában szeptember 14-én a Deac csapatát fogadja Bécsi János együttese. Remek teljesítményt mutatott eddig ebben az évben Majoros Bence. A nyírbátori nevelésű asztali teniszező többek között magyar bajnok lett, felvezette az élvonalba a magyar válogatottat, ITTF Challenge tornát nyert, valamint bekerült a legjobb 100-ba a világranglistán. A fiatal játékos szintet is lépett, szeptembertől már a német élvonalban küzd a legjobbak ellen. Korosztályos szinten pályafutása eddigi legnagyobb sikerét érte el még áprilisban Majoros Bence azzal, hogy megnyerte a szlovéniai Otočecben rendezett ITTF Challenge Series tornán az U21-esek versenyét. De emellett más versenyeken is jól teljesített 2018 első fél évében a 20 éves, nyírbátori nevelésű asztali teniszező, többek között országos bajnok lett, és elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy a svédországi Halmstadban rendezett csapatvilágbajnokságon a magyar válogatott megnyerte a másodosztály küzdelmeit, és ezzel feljutott az élvonalba. Így Majoros Bence számára kifejezetten sikeresnek mondható eddig ez az év. Igazából ez nem csak és kizárólag erre a fél évre vonatkozott az eredmény. Ez sokkal korábban elkezdődött az egész folyamat. Kezdve azzal, hogy tényleg befejeztem a sulit, és csak és kizárólag a pingpongra tudtam koncentrálni. Így ez azt eredményezte, hogy tényleg csak a pingpong volt a fejemben, mindent úgy alakítottam, hogy a pingpongnak a lehető legjobb legyen, és ezáltal tényleg azt gondolom, hogy a legtöbbet ki tudtam magamból hozni az edzéseken, a versenyeken, tényleg mindenhol. És ez azt eredményezte szintén, hogy mentálisan is rengeteget fejlődtem, versenyzésben sokkal profibb lettem. Ez pedig meglátszik abban is, hogy a fiatal asztali teniszező előbb májusban 84 helyet javított előző havi pozícióján, majd júliusban a legmagasabban jegyzett magyar férfi játékosként bekerült a top 100-ba is. Alapvetően én nem foglalkozom egyébként így a ranglistával. Tényleg jelen élethelyzetemben azzal próbálok foglalkozni, hogy a legtöbbet meg tudjak magamról a lehető legjobban, megismerjem saját magamat, hogy egy szituációkban hogyan tudok reagálni, mi az, ami jó, mi az, amin változtatni kell.
És gyakorlatilag az, hogy tényleg fejlődjek, minél többet próbáljam magamból kihozni. Gyakorlatilag most még tényleg nem szeretek így foglalkozni különféle eredményekkel, tehát nagyon szép, tényleg örülök, hogy megnyertem a magyar bajnokságot, meg hogy feljutottunk az első divíziót, de ez mind annak a folyamatnak köszönhető, hogy tényleg a fejlődés van a középpontban. A fejlődés és az előrelépés pedig tapasztalható, hiszen Majoros Bence még a német Borussia Dortmund Bundesliga 2-es csapatában kezdte az évet, de nyártól a német élvonalbeli Bad Königshofen játékosa lett. A fiatal asztali teniszező most az Európa-bajnokságra készül, ami pedig a kicsit távolabbi jövőt illeti. Majoros Bence célja, hogy eljusson az olimpiára, akár már 2 év múlva Tokióba. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Több mint 200 millió forintból újul meg a nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium épülete, az újfehértói általános iskola és alapfokú művészeti iskola Erkel Ferenc tagintézménye pedig 305 millió forintos pályázatból korszerűsödik. Az energetikai beruházásokra már közel 40 éve várnak az intézmények. A megyében eddig mintegy 14 tonna búzát adományozott, több mint 150 gazda a Magyarok Kenyere program keretében. A szám azonban még tovább növekedhet, mivel a jótékonysági program még nem zárult le. A Magyarok Kenyere Kárpát-medencei program 7 éve indult el, melynek keretében az összegyűlt búzát magyar gyermekeket segítő szervezeteknek juttatják el. A támogatást szeptember 20-án a Gyermekek Világnapja alkalmából osztják majd szét a rászorulók között. Álvemhesség, emlődaganat és számos más betegség is megelőzhető lenne az időben elvégzett ivartalanítással. A műtét maximum 2 órát vesz igénybe, és ma már szinte teljesen kockázatmentes. A beavatkozással jelentősen csökkenthető lenne a nem kívánt szaporulat, hiszen az utcáról menhelyre kerülő kutyák 90%-a még ivaros állapotban érkezik meg. Ráadásul egyre gyakrabban előfordul, hogy nem csak a kölyköket, hanem velük együtt az anyakutyát is kidobják. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 8-án szerdán. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk. Anticiklon peremén helyezkedünk el, továbbra is száraz, napos időre számíthatunk. Fokozódik a hőség, csak egy-egy helyen alakulhat ki hűsítő zápor. Az előttünk álló éjszaka kevés fátyol és gomoly felhő várható. Csapadék nem lesz, a déli szél helyenként megélénkül. Reggelre általában 17 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Néhol zápor előfordulhat, a déli szél helyenként megélénkül. Délutánra 33 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért a déli kora délutáni órákban ajánlott elkerülni a napon való tartózkodást. Pénteken még hőségre készülhetünk, majd délután nyugat felől egy gyengülőben lévő hideg front éri el hazánkat, amely szombaton várhatóan feloszlik felettünk. A front környezetében záporokra, zivatarokra számíthatunk, azonban jelentős lehűlés nem várható. Vasárnaptól ismét napos, csapadékmentes idő valószínű.